Idén első alkalommal várta az irodalombarátokat, versszeretőket február 26-án az Irodalmi Teaház a Pinceklubban. A programot ez alkalommal a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ és a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény közösen szervezték meg. A családias hangulatú este első részében Martpi Ildikó beszélgetett Mester Istvánnal, a debreceni pincelíra ötletgazdájával, vezetőjével. Mester István nagyon régóta ismerem, nyilván nem közvetlen barátságból, hanem onnan, hogy nagyon hasonló az érdeklődési körünk, ő is színházhoz, színjátszáshoz, irodalomhoz, költészethez kötődik. Mester István nem először járt Hajdúnánáson, valamikor még az 1970-es évek vége felé többször vendégszerepelt az Unió munkásszínpaddal városunkban. Nánáson is voltunk többször, benne a műfázban is, kinn a téren is, ott az íven, a Nánási Vásártér című akcióban ott is játszottunk többször, több alkalommal. Na hát ez már történelem, messze van. Az irodalom, a művészetek iránti elköteleződése azonban nem múlt el, hiszen éppen az elmúlt időszakban álmodta meg a Pincelíra programsorozatot, amelynek egy debreceni belvárosi ódon Boros Pince ad otthont, ahol időről időre összejön a művészeteket, az irodalmat kedvelők, szépszóra és szomjas közössége. A legutóbbi mániám, ami miatt most itt vagyok, ez a Pincelíra nevű általam kitalált dolog. Van Debrecenben egy pince, az épület már a Debrecen 1776-os térképén föl van rajzolva. Ez alatt ugye akkor létesült körülbelül, tehát akkor már megvolt ez a pince. Debrecenben egy 250 éves boros pince az, amiben mi az összejöveteleinket tartjuk. Ez nem egy állandó társaság, tehát ez teljesen szabadon meghirdetett, ide bárki lejöhet, egy adott témához, ha hozzászólása van, vagy szólni kíván, megteheti, bárki lehozhatja a műveit, verseit. Itt hangsúlyosan a magyar irodalom, a magyar költészetből válogatunk, mindig alkalomhoz, jeles naphoz, vagy születésnaphoz, valamely költünk születésnapjához kapcsolódva. A bemutatkozó beszélgetés után Horváth István, Panek Zoltán, Panek Kata és Csokonai Vitéz Mihály egy-egy alkotásából adott elő. A szabadság. Szép szabadság. Ó, sehol nincs a világon oly becses kincs, mely te nálad nagyobb volna, vagy téged kipótolna. Te könnyíted terheinket, ha búrágja szíveinket, biztatsz minket. Az oly madár igen ritka, melynek kedves a kalitka, bár arannyal van béfedve, mégsem telik benne kedve. Az este másik debreceni vendége Szentesi Edina költő volt, aki a Pincelíra rendszeres vendége. Az egyik alkalomhoz Edina lehozott egy-két versét és felolvasta. Tetszett nekem, meg többieknek is, aztán később is kértük, hogy hozzon még verset, olyannyira, hogy egyszer egy egész estét az ő műveinek szenteltünk, most is lesz majd rá alkalom, hogy a verseit bemutassa nálunk két hét múlva. Három kis versemet hoztam el, nem akarom mutatni a közönséget, meg nem is tudom, hogy mennyire lesznek igazán befogadóak az én stílusom iránt, ami egyébként elég szabad, mindenféle formai kötöttségektől mentes. A központozás teljes elhagyásával csak a gondolataimnak a töredezettségét a sorok taglalása adja. Két kis szösszenetem a Nézőpont folyóirat, Vitéz Ferenc irodalmi és művészeti folyóiratában jelent meg. Az egyiknek az a címe, hogy Pipacs a szélben. Vad búzatáblákba, vidám pipacs hadcsal formált, lágyszellő lengedezve írja vonalát. Vörösen izzó lelküket pajkos fuvallat táncba űzi, törékeny testük meghajol, és a mozgást elnyeli. Hát ez az egyik, ez egy ilyen kis pillanatképecske. Aztán egy kicsit téliesebbre véve a téli vadászatot is elhoztam. Őzött vad rozsdálja vérét a hóra, mi előbb patyolat, most vörös köntösét költi felrialomnak. Farkas fogak tátamnak, s fagyos szellő oldalaz. Szarvasbőrbe burkoltak szakad, ömlik a hó, s hóba a vér vörösen. Ez kicsit mélyebb, mint az előző, de szerintem a térhez jobban passzol.
Nagyon érdekes volt látni azt, hogy más, sőt nagyobb városokban is vannak hasonló kezdeményezések, majdnem hasonló nevű rendezvények, mint amit mi csinálunk. Jó egymásra találni, jó látni azt, hogy milyen értékeket képes fölhozni egy-egy ilyen közösség, egy-egy ilyen esemény. Szerintem erőt tudunk meríteni egymásból. Ez volt a rendezvénynek az első része. Az este második részében a Móricz-Pál emlékév megnyitására került sor, bemutatva a Hajdúság írójának eseményekben és fordulatokban gazdag életét, akinek írásai valóságos néprajzi kincsesbányák a Hajdúság, főként pedig Hajdunánás vonatkozásában. Intézményünk névadója Móricz-Pál, és születésének 150 éves évfordulóját ünnepeljük ebben az évben, és éppen ezért erre fűzzük fel tulajdonképpen azokat a rendezvényeket, ahol szeretnénk ismét közkincsét tenni az ő írásait. Hiszen nagyon sokat írt a Hajdúságról, nagyon sokat írt az itt élő emberekről, és természetesen azokról a nánási polgárokról, akik abban az időben, amikor az ő szülei itt éltek, elemei voltak ennek a földnek. Mint intézményvezető asszonytól megtudtuk, igyekeztek változatos programokban gondolkodni, amelyek lehetőség szerint minden korosztályt elérnek majd. Próbálunk minden korosztályt megszólítani a Móricz-Pál emlékév során. Az azt jelenti, hogy a versenyektől, vetékedéktől kezdve, amit általános iskolásoknak, középiskolásoknak is tervezünk, illusztrációs pályázatot fogunk hirdetni, amelyekben ezt a gyönyörű nyelvezetet képi világba is meg lehet valósítani, nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is természetesen. Felolvastó esteket tervezünk. Az a mai is már tulajdonképpen ilyen esemény volt, hiszen nem csak Móricz-Pálnak az élettörténetét ismerhették meg, hanem az írásaiból is szemezgettünk. Szeretnénk, ha a városi programok sorába is picit beemelhetnénk, egy kicsit jobban megismerté tehetnénk Móricz-Pált, hiszen mind akár a hazavár ünnepség, mind a kihajtási ünnep alkalmat ad arra, hogy megismertessük azokat a történeteket, azokat az írásokat, amelyik hozzánk kötik Móricz-Pált. Hiszen tudjuk, ő nem Hajdunánáson élt, és nem Hajdunánáson alkotott, de írásaiban mindig a Hajdúságról és a hajdúmúltról is írt. A folytatásban szemelvények hangzottak el Móricz-Pál írásaiból, amelyek nem nélkülözték a sajátos móricz-páli humort. Jóna uramat a tanácsházba hívják. Jónák többen is érdegéltek Nánáson, de ki közöttük a Jóna család hírét nevét alapította, ama bizonyos Nyálas Jóna uram volt, ki két kezének szorgos munkájával szegény emberi sorsból vergődött nagy gazdagságra. Olyan szorgos, dolgos kékezet ritkán teremt a mindenható. Mert pihenőt még akkor sem ösmert Nyálas Jóna gazda, mikor például az utcán a Pálas városházára igyekezett. Legalábbis valami rossz kötőféket bontogatott a fonalaira. És mikor ilyenkor kérdezték, mert a szóval is fukar volt, rövidesen felelgetett vissza. Ha már én ilyen vagyok. Hát dolog nélkül egy percenetig sem lehetek meg. Ám de nem hiába túrta a barázdát. Kapakkaszanyér nem hiába tört hólyagot a patakemény és kérges markán. Birkatartással, disznóhízlalással nem hiába cüllődött. Szaporodtak a földjé. Barmait külön pásztorok őrizték. Az ekkori keshet ösztövér Kabzsi, te munkájában fáradhatatlan paraszti ember oda emelkedett, még a város másik oldalán is süvegelték. Hallja kent helyett, kigyelmed. Gazduram lett a becsületes neve.